A Nemzeti Eszközkezelő 2012. január 1-én azzal a céllal indult, hogy felvásárolják az ingatlanokat azoktól a hiteladósoktól, akik nem tudják fizetni a törlesztő részletüket, tartozásuk pedig eléri a minimálbér kétszeresét. A lakásokat önkéntes alapon a hitelt nyújtó pénzintézet közreműködésével lehet felajánlani. Az eszközkezelő ellenőrzi az ingatlanok műszaki állapotát, és amennyiben lakhatásra alkalmasak, megvásárolják azokat. A legtöbb felajánlás Borsod-Dabaúj-Zemplén megyéből érkezett, ezt követi Szabolcs-Szatmár Bereg megye. A felajánlások már jóval meghaladták a 28 ezeret, konkrétan 28.433 felajánlás érkezett az indulástól kezdve ez év október 31-éig. Ebből Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből 2655 és Nyíregyházáról 428 darab felajánlás érkezett. A múlt héten átlépte az eszközkezelő a 20 ezres bűvös számot, tehát már több mint 20 ezer ingatlant vásárolt meg a fennállása óta. Valamivel több mint 1900-at Szabolcs-Szatmár Bereg megyében és 300-at Nyíregyházán. Az eszközkezelő a vásárlás után hosszú távú, örökíthető bérleti szerződést köt az ingatlan korábbi tulajdonosával. A havi bérleti díj pedig attól függ, hogy a hitelfelvételkor mekkora volt a lakás becsült forgalmi értéke, ennek az értéknek a 1,5%-a lesz az éves bérleti díj, amit 12 hónapra lebontva kell fizetni. Ez az átlag a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei településeken alacsonyabb az ország többi részéhez képest, itt 8680 forint, Nyíregyházán azonban már 12.500 forint ez az összeg. A lakások visszavásárlására mindenkinek lehetősége van fél évvel a szerződés kötés után, ez a jog azonban 6 év után elvész. A visszavásárlási jog akkor is törlődik, hogyha valamilyen oknál fogva felmondásra kerül az eredeti határozatlan idejű bérleti szerződés. Tehát nem azt jelenti, hogy akkor ki kell költözni az ingatlanból, hogyha bérleti díj vagy közös költség nem fizetés miatt fel kell mondani a szerződést, mert az eszközkezelő működtet egy úgynevezett határozott idejű bérleti szerződés programot, tehát a fizetési nehézséggel küzdő bérlők számára egy mentorszolgáltatással egybekötött tulajdonképpen egy időt ad arra az eszközkezelő, hogy a fizetési képességet rendezni tudja a bérlő. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében eddig összesen 4-en tudták visszavásárolni a lakásukat, egy ingatlan Nyíregyházán, 3 további pedig más településen került vissza eredeti tulajdonosához.